Ezt nem hiszem el! Ez nem történhet meg velem! Állj már fel és hozd ki az ellenőrződet! Ja, nincs itt az ellenőrződet. Tudhattam volna. Akkor ezt helyett, hogy bejön az ellenőrződet. Remélem azt, hogy nézik a jegyet. Nincs ott a videmet, lekapcsolták. Akkor ezt helyett bejöttek az iskolába, a folyosókon, illetve a könyvtárba eljegyzett gépeken megnézhetik a jegyeidet. Nekem meg pontosan ezért kellene magadnál tartani. Tehát holnap várj a tanári előtt, és hozzad el meg az jegyet. Ez a hülye maradék tényleg azt hitte, hogy szomorú vagy a hármas miatt. Ez a hülye? Azt. Azért a tényleges és tényleg kicsit erős volt. Erős? Életemben ebben a formátékban hármas viccelsz. Amikor maradék volt, azt hittem, hogy meghív. Aztán mehetem volna a felnőttek általános iskolájába. Zsombi, Zoé, talán nem így kell egymást operálni. Amilyen az, hogy csak átolod, ugye megszokítani, hogy matekban a hármas napon, és ezt nem tudom feloldani. Akkor sem kell taperálni. Tanulni kell, nem taperálni. Akkor súlyodat találkozunk a töltésvárás. Igen, nagyon feleltem a hegból. Nem buktam meg. Hármas kaptam. Maradék azt mondta, menjél be az iskolába, ott a gépeken meg tudod nézni az elnapot. Igen, megmondtam, hogy mit csatol internetünk. Nem érdekel, hogy mit gondolra az, hogy még internet sem tudsz előfizetni. Nem érdekel! Tudom, hogy három műszak, meg a fűtés is drága, meg a fasal a pénz. Micsoda? Nem megyünk Pestre? De hát ezen múlik a jövőn. Anya, aló! Aló! Letette. Szia! Szia! Mi a baj? Nem megyünk Pestre. Nem csináljuk meg a kontrollvizsgálatot. Micsoda? Ennyi volt. De hát akkor mi lesz a szakmád? Kőműves. Lehúzott való. De hát nem adhatod fel ilyen könnyen. Már épp feladták helyettem. De nem is engedtek beleszólni. Negyedik gyereknek szültelek. Téged nem várt senki. Téged nem akart senki. Te voltál a kisöcsi. Nekünk kellett elviselni, ha éjszaka bömböltél. Miattad nem tudtunk magunkat csajossal lenni. Mindig új játékot akartál. Minek használ? Úgyis minden tökület a szemben. Na most kettesek van. Még csak harmadikas vagy. Hogyan fogod elvégezni 800-tal? Utca sem. Még a labdát sem találod el. Takarodj innen még mielőtt valami bajod lesz, aztán engem mondnak felelősségre. Hogy nézel ki, Zsombi? Milyen a cipőd? Komoly, tele vagy szemölcsel. Tessék meg, te újra 8-as vagy. Futom voltál. Egyedik gyereknek szültelek. Téged nem várt senki. Téged nem akart senki. Minek az, hogy úgyis mindenkinek összebb.
terület, nem? Ha nem szólsz a többieknek, hogy itt szoktam elbújni, maradhatsz. Nem szólok. Láttam rajzolni, elég ügyesen rajzolsz. Szoktam rajzolni. És nem akarsz ezzel kezdeni valamit? Lehet egy csomó minden. Grafikus, mérnök, művész? Persze, de azt tanulni is kellene. Nem elég rá, hogy szép adod a találfejeket rajzolni. Akkor mi akarsz lenni? Szobafestő, mázoló. Most komment, ki akar szobafestő és mázoló lenni? Én. De miért? Hát, könnyű bekerülni. Jól fizet, meg nagyapám is az volt, és hogy megtanított ott létrával járni, lettelni, meg nekem is volt a papírcsákom, és ilyen. Akkor miért nem lesz a válasz? Armand, te haverod, ugye? Aha. Most komment, hogy lehet valakinek önnevetőn egy Armand? Hát a szüleim nagyon szeretve sereket, és ott a szőkercek magyar angiak valamilyen Armand volt, és szerintem olyan seg, és meg mit tudom én. Szerintem olyan segnyos. Hát nem is volt más Armand a városban. Azért ez nagyon megkínálmasták tetszett meg nekik. Anyám aláírt, és azt mondta, azt mondta, amit akarok. Nem úgy volt, hogy a szobafestőmázolót írjátok be elsőnek? De úgy volt.
de csak volt. Miért? Zsombi, maradj itt! Mi történt? Hát igazából én sem tudom. Anyám azt mondta, nincs pénz felutazni Pesten, nem tudjuk megcsinálni a kontrollvizsgálatot. De mennyi kéne? Hát szerintem olyan 30 ezer forint, mint vonatjegyek, buszjegyek, meg kaja és ilyesmi. De szerintem elég lenne 20 ezer is, és akkor vinnék a szendvicseket. Értem. Mert? Jó napot, Káposztás Zsiva vagyok, zsumborosztály főnöke. Ne ijedjen meg, semmilyen nem történt, ami azonnali intézkedést igényel. Vagyis igazából ez sem igaz, hogy zsombor továbbtanulásáról szeretnék önnel beszélni. Rendben, akkor 76. óra után várom, vissza. Jó napot, Káposztás Zsivát keresem. Én vagyok, az ember segítetek. Darab a zsombor nőjére vagyok, anyuk beosztották délután, de ezért nem tudok bejönni. Egyenkül, hogy mi baj van Zsombival, talán belekedett, vagy valami ilyesmi? Nem, semmi ilyesmi. Az édesanyjának is mondtam, hogy továbbtanulásról szeretnék vele beszélni. Ja, mi is még neki folyamat is értem, lesz belőle semmi. De hiába nem tanul, nem csinál semmit. Igen, nem könnyű, de azt tudják, hogy mit szeretne Zsombi? Szobafestő mázol akar lenni. Az a részeges nélkül látta a fejébe. Akkor lehet egész nap inni, de hát nem, az nem lehet, mert ugye színban. Igen, de tudják, ez a vizsgálat hatodikban volt, és volt rá szó, hogy felmennek Pestre kontrollvizsgálatra. Ja, beszélt valami ilyesmiről is, de ahhoz fel kéne menni Pestre. Erre semmitől sem pénz nincsen. Zsombi azt mondja, hogy pénz a probléma. Pénz mindig probléma. Most Zsomban jövőjéről van szó. Én is egészségügyre akartam menni, aztán csak hentesnek vettek fel. És nem bánja, hogy nem emberekkel foglalkozni, mert egész nap kusokat pakol darabot? Nem tudom, hogy bánom, most ezt az iskolát tudtam elvégezni, a másikat pedig lehet, hogy nem tudtam volna. És ha nekünk esetleg sikerül valamit intézkednünk, azt elfogadják? Maguk tudják, hogy mit csinálnak. Nem lehet azt tudni, hogy nekünk jó lesz-e.